Abba fázom. Akkor bekapcsolom neked az ülésfűtést. Gondolkoztál már azon, hogy hogyan is készül egy ilyen egyszerűnek tűnő eszköz, mint egy ülésfűtés? Tarts velem, és megmutatom neked, hogy nem is annyira egyszerű, mint azt az ember gondolná. Budapest határában Pilisszentivánon már több mint 20 éve foglalkozunk különböző, főként autóipari fűtőelemek fejlesztésével. Jelenleg 20 telephelyen több mint 13 ezer kolléga dolgozik azért, hogy a vevői igényeket a törvényi előírások figyelembevétele mellett a lehető legmagasabb színvonalon elégítsük ki. Halló, Balázs vagyok. Szia. Hogyne, igen. Megkaptuk a projektet. Örülök neki. Jó, figyelj, összehívok akkor egy kick-off meetinget rá. Rendben, köszönöm szépen. Köszi, szia. Rendben, köszönöm szépen, akkor jövő héten itt folytatjuk. Cégünk termékfejlesztési folyamatát Gentle EPQP-nak hívjuk, melynek során egy csapat dolgozik azon, hogy a vásárlóigényeket kielégítsük. Projektmenedzserként az a feladatom, hogy ezt a csoportot összetartsam, és a vásárlók igényeinek mentén a projektet gazdaságosan véghez tudjuk vinni. A vevői követelmények megismerése után a csapat tagjai mindannyian megpróbálnak tenni azért, hogy a megrendelő elégedett legyen. A PM után nézzük meg, miként is álmodjuk meg a termékeinket. A beérkezett vevői követelményeket 2D-s és 3D-s rajzokká alakítjuk, miközben folyamatosan kommunikálunk a megrendelőkkel. Mercedes, BMW, Ferrari. Mindannyian más és más követelményeket támasztanak a termékünkkel szemben, melyeknek mi a lehető legnagyobb mértékben próbálunk megfelelni. A legtöbb ügyfél természetesen nem elégszik meg egy sima egyfokozatú fűtéssel. A megfelelő hőmérsékleti szintek biztosítása és a biztonsági funkciók beépítése érdekében ezért elektromos vezérlőegységeket is tervezünk a fűtéseinkhez. Az áramkörök megtervezése és felprogramozása a kollégáimnak és nekem a feladatunk. A tervezés során fontos szempont, hogy olyan terméket álmodjunk meg, amely később alkalmas lesz a sorozatgyártásra. Kész is. Az elején úgy kezdtem, hogy ez nem is egyszerű. És már kész is. Most akkor hogy van ez? Van itt még néhány részlet. Honnan van például az alapanyag? A mi csapatunk térképezi fel az új beszállítókat és az új alapanyagokban rejlő lehetőségeket. Az általunk jóváhagyott alapanyagokból dolgozik később a prototípus és a sorozatgyártás is. A termékfejlesztés hatékonysága érdekében a sorozatgyártással szinte teljesen azonos technológiák Pilisszentivánon is rendelkezésre állnak. A gépeken körülbelül 40 fős, nagy tapasztalattal rendelkező csapat készíti el a mintákat. Célunk a kiváló minőségű mintadarabok elkészítése vevőink, mérnökeink és a tesztlabor számára. A gyártás során fény derül arra is, hogy a megálmodott dizájn, a folyamatok, illetve a beépülő alapanyagok vajon alkalmasak-e a sorozatgyártásra.
fejlesztés és gyártás bizonyos fázisában célgépek, alkatrészek legyártása szükséges. Ez a gyártóeszköz fejlesztési csoport, tehát a mi feladatunk. Most már érted, mire céloztam a videó elején? Pedig még tudom bonyolítani, figyelnünk kell arra is, hogy a gyártott termék folyamatosan megfelelő minőségű legyen. Ekkor jön képbe a minőségbiztosítás. Célunk a vevői elégedettség. Ezt úgy tudjuk elérni, ha megfelelünk az általuk támasztott elvárásoknak és követelményeknek. Ennek érdekében különböző területek összehangolt munkájára van szükség. Mi ügyelünk arra, hogy mindenki folyamatosan az elvárásoknak megfelelően végezze el a napi munkáját. A fejlesztési folyamat végén a vevő felé igazolnunk kell, hogy a termékünk megfelel az előírásoknak. Ez a gyakorlatban egy dokumentumcsomag összeállítását jelenti. És még mindig nincs vége. Az elkészült termékek paramétereit meg is kell mérni. Ekkor kerül képbe a tesztlabor. Különböző tesztek elvégzésével a tesztlabor vizsgálja, hogy a meghatározott vevői elvárások teljesülnek-e. Tegyük fel például, hogy valami meggyújtja az ülést. Már megint a szivargyújtóval játszol? Na, gyere, ülj hátra! Néha még gyerekek segítségére sincs szükség ahhoz, hogy baj történhessen. Ha például egy-egy elektronikai egység tönkre megy az autóban, könnyen előfordul a túlfeszültség az ülésfűtés csatlakozójánál. Mi erre is figyelünk. Persze mindezek mellett nem feledkezhetünk meg arról, hogy a fűtésnek hamar el kell érnie a számunkra kellemes hőmérsékletet. Arról is meg kell bizonyosodnunk, hogy hosszú távon kellemes a használata a legszélsőségesebb körülmények között is. És mindezt a legmodernebb berendezésekkel és szoftverekkel végezzük nap mint nap. Ha a tesztlabor mindent rendben talál, akkor elindulhat a széria gyártás és a kiszállítás. A Gentarm Magyarország Európai Logisztikai Központ is. A kiszállítások időbeni ütemezésének a megtervezése a mi feladatunk. Az autógyártók alapvetően minimális készárukészlettel dolgoznak, ahogy mi is, mert a készlet költséget jelent. Az viszont nem fordulhat elő, hogy akadályozzuk a vevőt a gyártásban, ezért a gyártásunkat és a kiszállítást az ő igényeihez kell igazítani. A gyártó telephelyek ellátása és a vevők kiszolgálása is a mi feladatunk. Ahogy a beérkező alapanyagokat, úgy a késztermékeket is a belső raktárunkban tároljuk. Naponta átlagosan 50 szállítmányt indítunk, és a beérkező áru mennyisége is ekkora volumenű. Jelenleg 180 vevőnek szállítunk. Mivel célunk a sikeres együttműködés, így a szállításoknál is igyekszünk maximálisan megfelelni a partnereink igényeinek. Így csomagolásnál és árukiadásnál több autóipari előírást is teljesítünk. A megnyert megbízások időbeni teljesítését a logisztikai szervezés több pontban is biztosítja. Így teremtünk nap mint nap új termékeket. Talán most már te is belátod, elég összetett folyamatról van szó, és ebbe a pár perces videóba nem is fért bele minden. Köszönöm, hogy velem tartottál. Csatlakozz csapatunkhoz! Nyitott pozícióinkat megtalálod a facebook.com/gentermhungary oldalon és a careers.gentarm.com-on.